Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV június 13-ai szerdai híradója. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Múzeumok éjszakája. Több helyszínen is várják majd az érdeklődőket, a múzeum, a plakátház és a várat bemutató kiállítás is nyitva lesz jövő szombaton. Ötletbörze. Új nevet keres a csónakázótónak a Kontúr Plusz Egyesület. A Minek nevezzelek felhívásra bárki elküldheti javaslatát. Az ötleteket augusztus 1-ig várja a szervezet. Nem lazítanak. Az 5 gólos előny ellenére is komolyan készül az osztályozó visszavágójára az UFC. Most pedig már a részletek és további híreink. Jövő szombaton lesz a múzeumok éjszakája. Az országos rendezvényhez a Kanizsai Túri György Múzeum idén is csatlakozik, ahol a programok középpontjában a szövésfonás, illetve a kézműveskedés áll. A Netta Pannónia szintén várja az érdeklődőket a Kanizsai Várat bemutató tárlatára, a Magyar Plakátházban pedig interaktív tárlatvezetést tartanak majd. Június 23-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyhez a Túri György Múzeum a népi textíliákat bemutató kiállításával csatlakozik. A kísérő programokat a néphagyományok és a kézművesség jegyében rendezik. Az intézmény amatőr alkotóknak, szövőknek, fonóknak, hímzőknek és varróknak is pályázatot hirdet, a kézi munkákat jövő szerdáig várják. A programok 4 órakor kezdődnek, a megnyitó 6 órától lesz. Ennek keretében leleplezik az éhi műtárgyát, egy összeállítást a romlott vár különleges régészeti leleteiből, illetve először adják át az intézmény új szakmai elismerését, a Kerecsényi Edit emlékplakettet. A múzeumot kívülről támogató, a múzeum gyűjteményeit gyarapító embereket szeretnénk a jövőben, a következő 10-100 évben díjazni. Kerecsényi Edit szellemiségét szeretnénk tovább örökíteni ezzel is, aki az elmúlt évben ünnepelte volna a 90. születésnapját, és a múzeumok éjszakáján szeretnénk ezzel egy hagyományt teremteni. Nem csak a múzeum, hanem a Netta Pannónia is időutazásra hív jövő szombaton 16 és 22 óra között. A Vár utcai ügyfélszolgálat melletti kiállító térben, ahol az egykori kanizsai vár történetét lehet megismerni. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az ott lévő kiadványokat, maketteket és egyéb ajándéktárgyakat is megvásárolhassák az odalátogatók. Ezen kívül a gyermekeknek készülünk kézműves foglalkozásra, ahol például pajzsot, zászlót vagy akár címert is készíthetnek maguknak. A múzeumok éjszakáján a Magyar Plakátház is kitárja kapuit. Ott a Láthatatlan világ, avagy a Nem látok világa című kiállításon tartanak interaktív tárlatvezetést a Kanizsai Képző és Iparművészek Egyesületének tagjai éjfélig. Minek nevezzelek címmel indít ötletbörzét a Kontúr Plusz Egyesület. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a nagykanizsai csónakázó tavat és környékét. Az Egyesület már létrehozott egy weboldalt, amin a tónál történt legfrissebb eseményekről, várható beruházásokról számolnak be. A népszerűsítési akció legújabb programja a Minek nevezzelek projekt, amelyben frappáns, nagykanizsához köthető új nevet keresnek a csónakázó tónak. Az ötleteket a szervezők augusztus 1-ig várják. A tippeket a közösségi oldalon, valamint az új weboldalon található címre lehet elküldeni. Be kell mutatni az országban, hogy milyen természeti értékkel rendelkezik Nagykanizsa. Erre vonatkozóan létrehoztunk már különböző oldalakat csótónk néven, és szeretnénk, hogyha mindenki, aki jelen van a területen, vagy programot szervez, az csatlakozna ehhez a csótónk oldalhoz, és így egy közös célként kiemelhetnénk ezt a természeti értéket. Ezzel kapcsolatban most meghirdettünk egy eseményt, várjuk a nevét, azt gondolom, hogy valamilyen új nevet kell találni a csótónknak. Ez természetesen nem kötelező jellegű senkire nézve, ez egyszerűen csak egy ötletelés, egy ötletbörze. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Ecsettel írt gondolatok, érzések. Megnyílt Héra Tokorcsi Ilona festmény kiállítása a HSMK-ban. Becsukták a kottákat. Véget ért a tanév a zeneiskolában. Gyermeknap. Hátrányos helyzetű diákoknak szerveztek színes programokat a Csapi iskolában.
Héra Tokorcsi Ilona színesebbnél színesebb alkotásaiból nyílt kiállítás a HSMK-ban. A képek tájakat, nonfiguratív motívumokat és az őstörténettel kapcsolatos dolgokat ábrázolják. Az érdeklődők június 29-éig láthatják a tárlatot. Nyugodtan mellé fogtam, és mellé jelentetek. Júliusra hószitálást, simán füllentetek. A Honvéd Kaszinó városi színpadának növendékei nyitották meg Héra Tokorcsi Ilona festőművész legújabb kiállítását. A tárlatra csaknem 50 olajfestményt hozott el az alkotó. A képeken tájak, motívumok és rengeteg színkombináció látható. A művész könnyen készíti alkotásait, ugyanis szinte minden meg tudja ihletni. Ha három életem lenne, se tudnám lefesteni, tehát elég kreatív voltam világéletemben. És jön egy gondolat, akkor azért lerajzolom, változó. Olvasok valamit, és akkor megfog valami téma. Hát amit nagyon szeretek, kifejezetten az őstörténet. A kiállítást Dénes Sándor ajánlotta a közönség figyelmébe. A polgármester beszédében kiemelte, fontos miként őrizzük meg identitásunkat az örökké változó világban, hogy közben frissek és jövőt építők legyünk. Héra Tokorcsi Ilona ilyen alkotó. Aki feltétlen örömmel tekint a világra, mosolya a szívében, őrizve mindazon értékeket, melyek pozitív értelemben körülvesznek mindannyiunkat. A kiállítás június 29-éig tekinthető meg a HSMK Ősze András galériájában. A Péterfi iskola diákjai is eljutottak Erdélybe a Határtalanul programnak köszönhetően. Május 21-e és 25-e között a tanulók és tanáraik jártak Kolozsváron, Körösfőn és a Tordai hasadéknál is. Élményeiket diáktársaikkal is megosztották. Erdély több nevezetes pontját is bejárták a Péterfis diákok. Az ötnapos kirándulásról a tanulóknak szép emlékei vannak. Nagyon jól éreztem magam, rengeteg mindent láttunk. Körösföl jártunk a kirakodóvásárba, akkor a Tordai hasadéknál. Megnéztük Kolozsvárnak a belvárosát, az ottani diákokkal természetesen. És azt tetszett inkább igazából legjobban, amikor a diákokkal jártuk körbe a várost, mert jobban meg tudtunk ismerkedni. A Péterfi iskola 7. osztályos tanulói a Határtalanul program segítségével jutottak el Erdélybe. Az ott szerzett élményeiket diáktársaikkal is megosztották. A Péterfi iskola vezetője az élménybeszámolón elmondta, azért választották Erdélyt úticélnak, mert ott nagyon sok magyar él, és ők a mai napig őrzik a hagyományokat. Ami számunkra megfogalmazódott a kirándulás végén, hogy amikor leszálltunk a buszról, egy kicsit más emberként szálltunk le, egy kicsit máshogy gondolkodtunk arról, hogy élnek a határon túli magyarok, mennyire fontos nekik az, hogy magyarságukat őrizzék, hagyományaikat megéljék a mindennapokban, és ezt egy kicsit az anyaország tudomására is hozzák. A Határtalanul programnak köszönhetően 36 hetedikes diák és 4 pedagógus jutott el Erdélybe. Véget ért a tanév a zeneiskolában. A növendékek közül sokan oklevelet vehettek át az elmúlt hónapokban bizonyított teljesítményükért. A tegnapi tanévzárón az intézmény igazgatója azt mondta, a zeneiskola kimagasló eredményeket tudhat magáinak, de az év értékelése így sem egyszerű. Mindig eszembe jut, hogy mennyire fontos lehet az a jelen pillanatban láthatatlan pedagógusi tevékenység is, aminek eredménye a távoli jövőben talán még jelentősebb sikereket hoz, mint jelenleg egy első helyezés. Ezt nem tudjuk mérni. Talán ismeretlenül jelenik meg egyszer a távoli jövőben. Tetten érni csupán a mában lehet mégis, egy-egy sors fontos döntései kapcsán visszafelé elemezve az életutat. És talán egy jelentős pozitív döntésben, ami akár sok embert is érinthet, tetten érhető egy-egy mozzanat, ami a művészeti oktatás, nevelés hatására vezethető vissza. Gólyalábazás, bábelőadás, tűzoltókocsi és kutyás bemutató. Ez csak néhány eleme annak, amivel a szervezők készültek a Csapi térségi általános iskola, szakközépiskola és kollégium idei gyermeknapjára. A színes programot úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja a neki megfelelő elfoglaltságot. A hazugok mindig azt mondják, hogy nem szoktak hazudni. Bábelőadással is kedveskedtek a fiataloknak ma délelőtt Csapiban. A település iskolájában a hagyományokhoz hűen idén is megtartották a gyereknapot. A programokat igyekeztünk színessé tenni, tehát a gyerekeknek a napját. Olyan értelemben, hogy alsó tagozatos, felső tagozatosoknak is legyen ugye a korosztálynak megfelelő program,
Így vannak olyan programok, ami tavaly is volt, bevált, jó volt gyerekeknek is. De nem csak az épület falain belül, hanem az udvaron is különféle szórakozási lehetőségek várták a fiatalokat. A gólyalábazás idén is népszerű volt. Ugye ez egy bentlakásos iskola, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek járnak ide, Vas megyétől Somogy megyéig nagyon sok településről. Mint mondtam, hátrányos helyzetűek, tehát az ilyen hagyományos ünnepeket, amiket máshol megünnepelnek, ők nem biztos, hogy meg tudják ünnepelni, ezért rendeztük most nekik. A gyereknapon a Botos András Ökölvívó Akadémia növendékei is képviseltették magukat azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a sportágat és tagokat toborozzanak. Vannak tehetségek, én szerintem kettőt is ki tudnék emelni, aki jövőre már komoly versenyző is lehet akár. Hát természetesen függ ugye sok minden mástól is, ugye reméljük nem fognak edző lenni, meg semmilyen probléma nem lesz, akkor lesz utánpótlás innen is, Csapiból is. A Csapi intézményben egyébként 150-nél is többen járnak, a gyermeknapi programok egészen estig tartottak. A viharos időjárás miatt visszaesett a pollenterhelés, már a múlt hét utolsó napján valamennyi allergén növény koncentrációját alacsony szinten mérték a megyében. A pázsitfűfélékre érzékeny allergiásoknál azonban a hirtelen kialakuló zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak. Az allergén gombák spóra koncentrációja is csökkent, jellemzően közepes szintet ért el. Az 5 gólos előny tudatában sem dőlnek hátra az UFC-nél az osztályozó második meccse előtt. A kanizsai focisták az MB3-ért folytatott párharc első mérkőzésén 5-0-ra verték a hétvégén Nagyatádot. A csaknem 4000 ember előtt lejátszott összecsapáson végig a hazai piroskékek irányították a játékot. A szombati visszavágóra így magabiztosan, de nem elbizakodva utazik a gombos alakulat. Az egész város össze tudott érte fogni, hogy felkerüljön a csapat. Kovács! 1-0! A kanizsai csapat a 12. percben szerzett vezetést Kovács György fejesével. A mérkőzés alakulását nagyban befolyásolta, hogy még az első játékrész vége előtt sikerült 2 gólosra növelni a délzalai csapat előnyét. Ez az 5-0 valós, meg benne volt, de az elején nem éreztem, hogy ez az atát feltett kezekkel jött volna ide. Jókor rúgtuk a gólt, bár rosszkor nem lehet gólt rúgni, de hál' Istennek szerencsére jött megint a fejes gólom. Az elején az kellett, megnyugtatta a csapatot, tudtuk játszani a kis játékunkat, és utána még mondtam is a fiúknak fél idő elején rá kell rúgni még egyet, nehogy a kihagyott helyzetek, meg nem adott gól 11-es kapufa megbosszulják önmagát, aztán még ez sikerült. Kifejezetten előnyös pozícióból várhatja a visszavágót az UFC, hiszen 5 góllal győzött, és még csak gólt sem kapott hazai pályán. Ennek ellenére a csapat nem bízza el magát, még az olajbányás stadionban mutatott játéknál is jobban szeretnének teljesíteni Nagyatádon. Megvannak azok az eszközök, amivel hanem megértetem a fiúkkal, hogy ez még nincs meg. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ez megvan, mert sehol nem olvastam, még megláttam, hogy Nagykanizsa MB3-os. Majd vasárnap vagy hétfőn, amikor az újságok megírják, akkor el lehet hinni, de addig nem. Tehát inkább azt mondom, hogy kétszer olyan erőbedobással kell csinálnunk a dolgunkat. A harmadosztályért folytatott párharc visszavágója szombaton 17 órakor kezdődik Nagyatádon. 30 induló, 7 városból és 34 mérkőzés. Ez a mérlege a legutóbbi nyílt amatőr páros teniszversenynek. A nagy esőzések ellenére jól előkészített pályakon játszhatták a mérkőzéseket az indulók az Energia Szabadidő Sportklubnál. A döntőt a zalaegerszegi Gulyás Roland Rutkai László páros nyerte nagy csatában, a Szalai Sándor és Polgár Tamás alkotta nagykanizsai csurgói duó előtt. A Vigasz verseny pedig jó játékkal egy nagykanizsai Marcali kettős, a Kislászló Nagy Béla páros nyerte. Ezen a pályán a következő verseny a nyár végén lesz. Most fontosabb híreinket megmutatjuk újra, röviden. Múzeumok éjszakája. Több helyszínen is várják majd az érdeklődőket, a múzeum, a plakátház és a várat bemutató kiállítás is nyitva lesz jövő szombaton. Ötletbörze. Új nevet keres a csónakázótónak a Kontúr Plusz Egyesület. A Minek nevezzelek felhívásra bárki elküldheti javaslatát. Az ötleteket augusztus 1-ig várja a szervezet. Nem lazítanak.
Az 5 gólos előny ellenére is komolyan készül az osztályozó visszavágójára az UFC. Ez volt a Kanizsa TV június 13-ai szerdai híradója. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Híreinket pedig megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Viszontlátásra!